Jó estét kívánok, köszönöm a kedves nézőket, ismét NB1-es felnőtt férfi kosárlabda közvetítése. Jelentkezünk a Bercsi úti játékcsarnokból, a kamera mögött Jónás Gergő, a mikrofon mögött pedig Szántai Tibor. A pályán pedig hamarosan a két együttes, fehérben a JP Topkóp Jászberény, piros-feketében pedig az az egész körmend, amely három forduló után veretlen, és ha megőrzi veretlenségét itt Jászberényben, akkor ha jól emlékszem, már egyedül csak ők lesznek 100%-osak, hiszen tegnap az atomerőmű egy 20 pontos vereségbe beleszaladt Szombathelyen. Attól a Szombathelytől kapott ki az Atom 20 ponttal, akit mi idehaza megvertünk, és ami érdekes még, hogy ez az atomerőmű az előző fordulóban háromszori hosszabbítás után legyőzte a szolnokiakat. Ez is egy olyan találkozó, ahol nem mi vagyunk az esélyesek, de hazai pályán bármi megtörténhet. A mieink kezdő ötöse már érkezik a pályára. Mike Kafi, Nebo és a Dukic, Raskó Dramicsanyin, 11-essel Sós Gábor a csapat kapitánya, és 1-essel Mike Kefi. A vendégekre még várni kell, addig elmondom, hogy a mérkőzés játékvezetői Farkas Gábor, Gál János és Goda László, az MKOS ellenőre pedig Farkas János. A vendégek 5 idegen légióssal érkeztek Jászberénybe, bombaerős csapatuk van, 3 mérkőzést nyertek 3-ból. A kezdő 5-ösük pedig 6-ossal Csenesz Vezli, 7-essel Katura Luka, 13-assal Tóth Norbert, 15-ösre a csapatkapitány Ferenc Csaba, és 25-ösre Dickerson Cole. Vezetőedző Teo Csizmics, edző Hencsei Tamás, a mieinknél Forrai Gábor irányítja, a szakmai munkás segítője pedig Ló Elhadzsi Malik. Ennyit a mérkőzés előtt, és majd mérkőzés közben még arról is beszélünk, hogy az elmúlt 4 évben milyen eredményt ért el egymással a két együttes. Nagyon érdekes a statisztika, de most nézzük, hogy az első percekben hogy alakul majd a mérkőzés. Hamarosan jön a földobás, és kezdődik a JP Topkóp Jászberény egész körment találkozó az NB1 A-csoportos felnőtt kosárlabda bajnokság 4. fordulójában. Tóth Norbert és Raskó Dramicsanyin ugrik a labdáért, Dramicsanyin üti el. Az első támadás lehetősége a miénk, Kefi, Szögi. Dukic még tovább teszi Sósnak, és nem érnek hozzá a körmendiek, egy eladott labda az első támadás közben, és már is jöhetnek majd a piros-feketék. A körmendi csapat nem csak azért, mert 3 mérkőzést nyert eddig, egyébként is bomba erős, és talán a legjobb formában lévő együttes most a magyar mezőnyben. Szögi kap személyi hibát, talán fölöslegesen nyúlt oda Csenész Vezlinek. Megvan az első csapat személyünk akkor, amikor 27 másodperc telt el az első negyedből. Bizony, ez támadó hiba. Ezúttal Vezli volt az, aki szabálytalan volt Szögivel szemben. Visszakerül hozzánk a labda. Még nincs pont a mérkőzésen, eltelt fél perc, mind a két csapat támadhatott már egyet-egyet, de kosár még nem született. Szögi. Dramicsanyira nagyon figyelnek, Kefire is, Kefi elindul, írtózatosan gyors, Sós pedig megszerzi az első kosarat a mérkőzésen. Kefi, ha elindul, akkor nagyon figyelni kell rá. Sós szerez labdát, kikapja a személyhibát. A 15-ös vendégjátékos, a csapatkapitány Ferenc Csaba. Sóssal birkózott a labdáért, 1 perc elteltével törölni kell. Ferenc Csaba tehát megkapja az első személy hibáját, 2 csapat személyénél a vendégek, egynél a mieink, és 1 perc telt el. Kefi, Luka Katura az, aki most vele szemben áll, aztán Szögi kapja.
Szögi be tudja vinni, keresztül viszi a gyűrű alatt, Szögi befordul, tovább teszi Kefi, ő is tovább teszi, oly, mit művelt Kefi, de kijön a gyűrűből a labdája, Szögi a lepattanó megkapja, Kefi három pontos, és ez jó, szenzációs. Már az előző alakítása is óriási volt Kefinek, de az még nem sikerült, ez azonban ez a hármas, igen, 5-0, másfél perc elteltével, Dukicsnak fújnak személyhibát, ezt még a vendégek mestere Csizmit sem ért igazán. Erre szoktam én azt mondani, hogy ez férfi sport most, mert ugye férfi csapatok játszák, és hát kemény, nincs mese. Azért minden testtel érintkezést nem kellene lefújni, ezt viszont gyönyörűen kijátszották a vendégek. A 25-ös Dickerson Cole a kosár szerző, három pontos a válasz, akkor, amikor 2 perc telt el, 5-3 az eredmény állása. Szögi. Dramics annyit egyelőre nagyon keményen őrzik, Sós beláll egy távoliba. És ez is jó. Nyolc három. Közben a mérkőzés ellenőre Farkas János, Farkas Gábort, az első számú játékvezetőt hívja magához. A vendégek szerintem azt kérték, hogy a videóbírón tekintsék meg, hogy ez 3 pontos volt, van egy ilyen érzésem. Minden esetre. Igen. Minden bizonnyal videóznak. Forrai Gábor pedig közben mutatja a fiainak, hogy mit kell majd a folytatásban tenniük. Nincs videóbíró egyelőre. Áll a játék, és ez nem túl jó. Szerintem egyik csapatnak sem. 1 perc, pontosabban 2 perc, 3 másodperc telt el eddig összesen. És 8-3. A mérkőzés állás, a megbeszélés a zsűriasztalnál. A játékosok pedig megpróbálják melegen tartani az izmaikat. Nem várt közjáték így rögtön 2 perc, 3 másodperc elteltével. Csizmics mester magához is rendeli a fiúkat. Áll tehát a játék egyelőre. És a rövid közjáték után a vendégek jöhetnek majd, hiszen egy Ászberényi 3 pontos kosár után vagyunk. Majdnem labdát sikerül szereznünk, de csak majdnem. Oly, micsoda csel csinált a 6-os számú Wesley. Aztán még egyszer, és ez már jó. És aztán még oda mutat a játékvezetőnek, hogy miért nem volt személy is. 8-5. Újabb személy, aki ezt elkövette, a csapatkapitány. Nem. A 13-as Tóth Norbert. Őnek is az első személy hibája, 2-ös csere nálunk, Szögi megy le és Dukics, Horváth Ákos és Cseh érkezik, és melegít a vendégeknél is 2 játékos, a 4-es Lakos a Zsolt és a 44-es Dunker Joshua. De egyelőre a miénk kezén a vándorló labda, Dramics Anyin, Horváth Ákos elég tisztán kapta, nem vállalt el a dobást, még van időnk. Aztán nem sok van már, dobni kell Ákos, Horváth eldobja, az nagyon rövid, 8-5. És már is a palánkunknál a vendégek, egy tripla kísérlet, ez lejön. Katura Luka dobása. Nyolc, öt. 3 1/4 perc telt el. Ez viszont jó.
Horváth Ákos. Hármas a 11-5. Egy kimaradt dobás, a lepattanó pedig a miénk, és roboghatunk előre, hiszen egy játékosa lemaradt a vendégeknek. Új, ez nem lesz jó, a lepattanó pedig a vendégeké. Ez kár volt el. Kár volt elkapkodni, Dramicsanyin kapja a személyi hibát. Nyugodtan fölállhattunk volna, és felépítettük volna a támadásunkat. Kefi úgy gondolta, hogy be tudja dobni a triplát, jó is lett volna, ha bedobja. 3-3 csapatszemély mindkét oldalon, és még 6 perc van hátra az első játékrészből. Ez is hármas, ha jó. Nem jó a hármas, de a lepattanó a vendégeké. Azt sem tudják begyűrni. Horváth Ákos. Horváth Ákos elindul és végigviszi. Rossz körmendű dobásokat, azonnal kosárral büntetnek a mieink, és ebből adódik a 13-5. A 8 pontos előny, ez viszont gyönyörű, és micsoda szerelés volt Cseh Gyuri részéről. Szenzációs, indulunk előre, megint többen vagyunk. Kefi, és nem varázsolja be a gyűrűbe a labdát, aztán nem fújnak személyit. Az indítás megvan, visszajátszák, ez is jó. Ez is kimarad, és aztán ezt bedobják. A 13-as Tóth Norbert. 13-7 nagy rohanás után. Horváth Ákos mérte el ezt a labdát, 5 perc telt el. A negyed közepén járunk. Cserélnek a vendégek. A 13-assal Tóth Norbert lemegy, és 44-essel Dunker Joshua. 13-7 cserélünk mi is, Dukic jön majd, a vendégeknél pedig a 4-es Lakosa Zsolt melegít. De nézzük a piros-feketék újabb támadását. Vezli. Dramicsanyint megverte. Aztán Cseh Gyurival is, és megint méltatlankodik a vendégjátékos. Reklamálták, hogy még személyhibát is kellett volna fújni. Dramicsanyin kapna a labdát, szabálytalan a 25-ös Dickerson Cole. És ezzel 4 csapat személyénél járnak a vendégek. Cseh helyére jön Dukic nálunk. 4-26 még az első negyedből. Az alapvonalról jöhetünk, majd 15 másodpercen áll a támadóra. Mándok is melegít már a mieinknél. Horváth jön a labdáért, meg is kapja. Dukic. Sós. Aj, ez rossz labda volt. Eladja Dramicsanyin. Ó, ez pedig támadófalt. Lépéshibát fújnak, de támadófalt is volt. Egyértelműen belefordult a vendégjátékos Dramicsanyinba, aki nagyon jól védekezett. 13-9, 4-15 még az első negyedből. Mind a két oldalon voltak már hibák. Mondhatnám azt is, hogy bosszantó hibák, mert kimaradt zicsereket is láthattunk, és hát butafaltokat. Horváth Ákos beláll a hármasba, a labdája lejön. A 15-ös Ferenc Csaba szerezte meg, és rajajajajaj! Dickerson zsákol. Nem figyeltünk a visszafutásnál. 13-11. Horváth Ákos megkapja, Dukic nem kapja meg, láb volt. Jól védekezett a 44-es Dunker Joshua, csere mindkét oldalon. A 4-es játékosok jönnek, Sós helyére Mándoki nálunk. És a 15-ös Ferenc Csaba helyére a vendégeknél Lakosa Zsolt. 9 másodperc támadó időnk van még. Kefi. Iszonyú messziről elvállalta, de ez most nem jó. És 13-11-nél egyenlítési lehetőség, sőt akár át is vehetjük a vezetést, de nem veszik át. 13-5-ről jöttek föl a vendégek. Kefi. Oly, mit varázsolt, ez igen.
15-11, akkor, amikor 6 perc, 50 másodperc telt el, Keffinek ez az ötödik, negyedik és ötödik pontja volt, a vendégeknél szerelésigazítás következik, és csak utána folytatódik majd a játék. 3-10 tehát még az első negyedből, és olyan a játék, amilyet vártunk. Jó csapat a Körmend, az kiderült már az elmúlt 7 perc alatt is, de hazai pályán a mieink bárkinek ellenfelei lehetnek. Nagy kérdés persze az, hogy majd erővel és koncentrációval hogy bírják a csapatok ezt a nagy harcot. Egy rossz dobás, de megmentik. Jóó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 
Ismét Dickerson az, aki 15-13-ra alakítja az eredményt. Duk is vállalja el a hármas rövid. Ó, nem! Hát ilyen könnyen befújni személyi hibát, ez azért eléggé furcsa. Lamicsanyin helyére jön Sós 15-13-nál. Mind a két csapatnak megvan a 4-4 személyi hibája. Ezután tehát dobások következnek. Dunker. Lépéshiba. Megkapjuk a labdát mi. A vendégeknél pedig Katura Luka kér egy törölközőt, és aztán fut vissza, hiszen miénk a labda 15-13-nál. Gefi és Lakosa Zsolt néz egymással farkas szemet. Horváth Ákos. Gefi. Mellette Lakosa. Húzza a mezét, ezért miért nincs személyhiba. Gefi beviszi, és kimarad a labdája, de Dukic. Dukicé is kijön a gyűrűről. A minden itt neki. Két zicsert is kihagytunk. Ajaj. Jaj, micsoda szerelés. Wesley Channels néz a játékvezetőkre, de ketten is elütötték a labdát, amit kosárra emelt. Az utolsó két percen belül az első negyedben, 15-13, és közben megérkeztek a vendégszurkolók is, úgyhogy most már igazán jó a hangulat a csarnokban. Oly Sós, ha nem esik el, akár meg is szerezhette volna a labdát. Eljebb rossz tripla kísérlet, de a lepattanó a vendégeké, és megint... Igen. Szögi ütött oda, a 25-ös Dickerson Cole dobhat két büntetőt, Cseh György jön vissza nálunk, és Duk is megy lepihenni. Csizmics mester pedig odaívta Lakosát, Dunkert és Channels Wesleyt magához. Na de hát könyörgöm, a játékvezetők mit csinálnak? Áll a játék, mert a vendégek taktikai megbeszélést tartanak, miközben dobni kéne kettőt. Dickerson Cole. Az első rövid. Marad a 15-13, 1.49 még az első negyedből. Második jó. 15-14. Cseh Gyuri jön, Cseh Gyuri beláll a hármasba, a labdája lejön, és a lepattanó megint a vendége. Nem! Hát komolyan mondom, ez már picit vicces, amit a játékvezetők fújnak. Hát egymáshoz sem érhet két játékos, azonnal fújják. Mándoki teszi föl a kezét. Forrai Gábor sem érti, hogy mi történik. Wesley Channels pedig bedobja az első büntetőt, ezzel 15-15. A második nem jó. 15-15, akkor, amikor az utolsó másfél perc kezdődik. Hú, Mándoki jól akarta, de majdnem eladta a labdát. Kettős csere lesz majd nálunk. Horváth Ákos helyére jön Dramicsanyin, Kefi pedig jön Szögi helyére. 1-23.
Kefi megkapja a labdát. Na kíváncsi leszek, hogy a vendégeknél fújnak-e személyét olyan könnyen, mint nálunk. Kefi és Lakosa. Kefi. És lejárt a támadó időnk. Ezt most nagyon elszúrtuk. Ezt most elszúrtuk, nem figyeltünk az időre, és nem is dobtunk. Egy perc az első negyedből, 15-15. 13-5 után nem engedett bennünket meglógni a körmendi csapat. Ó, és megint milyen tiszta dobó helyzet, de nem jó a dobás. Lepattanó pedig Cseh Györgyé. Indulhatunk előre, Mándoki. Dramicsanyin beviszi, és bevarázsolja a gyűrűbe a labdát. 17-15. Több mint egy támadásnyi idő van még hátra. Ezt még nagyon ki kellene védekezni. Aj, hát nem. Dickersonnal nem bírunk, ő, ha elindul, akkor biztos, hogy kosár van. 17-17, viszont végig támadhatjuk a hátralévő időt. Kefi. Cseh jön elzárni neki. Kefi elindul. Kefi beláll a hármasba és bedobja. De csak kettes, mert rálépett a vonalra. Ez pedig egy távoli kísérlet. Egy negyed után tehát 19-17 a mérkőzés állása. Egy igazán látványos mérkőzés, amelyen azért van hiba mind a két oldalon, de ettől is izgalmas a találkozó. Az elején a mieink meglógtak 13-5-re, de természetesen a körmendiek ezt nem hagyták annyiban. 15-15 után aztán ismét mi szereztünk vezetést, és 10 percnyi játék után 19-17 áll az eredményjelzőn. Szeretném hangsúlyozni, hogy a veretlen körmendiek, az ellenfelek 3 mérkőzésből 3 győzelemmel vezetik a tabellát, és számukra is nagy a tét, hiszen az atomerőmű tegnap kikapott Szombathelyen, így azután a vendég együttes egyedül maradhat veretlen, ha megnyeri ezt a mai találkozót. Említettem már, hogy érdekes az elmúlt 4 év eredménysora. Amikor a Jászberény újoncként szerepelt a bajnokságban, a körmendiek csak akkor tudtak bennünket legyőzni mind a két alkalommal. Egyébként minden évben a jászberényi mérkőzéseken jászberényi siker született. Tehát 8 mérkőzésből 5-öt nyert a körment, 3-at pedig a jászberény, mégpedig az elmúlt esztendőben mindig a hazai mérkőzéseinket megnyertük. Tavaly 89-80-ra, a 2013-14-es szezonban 64-63-ra egyetlen ponttal nyertünk, 2012-13-ban pedig 87-68-ra. Körmenden még nekünk sem sikerült nyerni. Most pedig következik a folytatás, hiszen az első negyeden túl vagyunk. 19-17 a mérkőzés állása, 2 pontos jászberény előny, de a második negyedet a piros-feketemezes körmendiek kezdik. Vezli, 15-ösre a csapatkapitány Ferenc Csaba, 4-essel Lakos a Zsolt, 25-össel Dickerson Cole és 44-essel Dunker Joshua a vendégeknél, nálunk Horváth Ákos. Dunker elcsúszott. Most pedig visszafújják a támadást, mert elcsúszott a vendégjátékos. A probléma csak az, hogy elcsúszott, eladta a labdát, a mieink jöttek, és már vitték kosárra a labdát, amikor a játékvezető sípszava megszólalt, és Forrai Gábor reklamál is emiatt, a vendégek pedig újra hozhatják a labdát. Igen, abban a pillanatban, amikor elcsúszott, előtte törölni kellett volna, igazán jelezhették volna a bírók. Dickerson, nem jó a dobás, a Dramicsanyin a lepattanó, ezért is lehetett volna faltot fújni. Kefi.
Dramicsanyin befordul és bedobja. 21-17. És Dramicsanyin figyelmeztetik a játékvezetők. Hát komolyan mondom, rendkívül sportszerű a találkozó, hagyni kell játszani. És jó is a mérkőzés, 21-17. A vendégek kezén vándorol a labda, Lakosa Zsolt, a csapatkapitány Ferenc, a másik csapatkapitány Sós Gábor fogja, és ez egy szép kosár. Lakosától nagyon ügyesen megcsinálta. Bement a nagy emberek közé, és bedobta Sós. Jó a kosár, és még egy személyhiba. Csere lesz majd a vendégeknél, hetessel Katura Luka jön vissza. És a hatos Channels Wesley pihen egy kicsit. Ferenc Csaba kapta egyébként a személyi hibát, neki már az a második. Sós Gábor pedig dobhat még egyet. És 5 pontra nőhet a különbség a csapatok között, ha ez a büntető jó. Most 23-19, most már 24-19. Katura mutatja a többieknek, hogy mi következik, ő irányít most. Beláll a hármasba, de aztán nem dobja el. Ferenc. Egyelőre jól védekezünk. Már csak 8 másodperce, 7 van a vendégeknek. Dunkert ne engedjük, majdnem eladják a labdát, ez egy nagyon-nagyon rossz dobás. Az utolsó pillanatban kellett eldobni, Ferenc Csabának nem volt választása. És egy időkérés akkor, amikor 11 perc 48 másodperc telt el. Körmendi időkérés. Ebben a játék részben a körmendiek Lakosa révén dobtak egy kosarat, mi viszont 5 pontot szereztünk, hiszen Dramicsanyin 2 pontos, amellett Sós is szerzett egy 2 pontos, és Sós büntetője is jó volt. 24-19, ha visszajönnek a csapatok, mi jövünk majd. A körmendi tábort egyelőre nem zavarja az 5 pontos Jászberény vezetés. Persze nagyon sok van még hátra, bárhogyan alakulhat a találkozó állása, de az biztos, hogy egyelőre a mieink vezetnek, és bebizonyosodik ezen a találkozón is az, reméljük, ami egyébként jellemző lesz erre a bajnokságra, hogy a legtöbb csapat hazai pályán bárkivel fölveszi a harcot. A mieink kikaptak Szolnokon 19 ponttal, Szegeden, ha jól emlékszem, 24-25 ponttal, viszont ide-haza megverték azt a Szombathelyt, amely tegnap elgázolta az atomerőmű csapatát, és most is a veretlen Körmend ellen vezetünk 5 ponttal, igaz, hogy még nagyon kevés telt el a mérkőzésből, még a találkozó felénél sem járunk, de vezetünk 5 ponttal. Forrai Gábor pedig rotálja a csapatát, sűrűn cserél, próbálja pihentetni a kulcsembereit, mert nagyon hosszú ez a találkozó, nagyon hosszú ez a 40 perc, és a vendégeknek azért több lehetőségük van a cserére. Horváth Ákos Kefinek passzolja a labdát, aki pedig Lakosa Zsolt mellett áthozza a félpályán. Horváth, Katura néz vele farkas szemet, aztán már Kefi. Dramicsanyin bemegy, lépéshibát fújnak. Forrai Gábor magyaráz a játékvezetőnek, valószínű azt, hogy egyébként lökték is Dramicsanyint közben. Megvan a labda, eladták a vendégek. Csizmics mester sem ért igazán, hogy mit akartak játékosai ennél a támadásnál. A mieink pedig jöhetnek előre. Egyelőre ez a második negyed nem a körmendiekről szól, és ez nem is baj. Nagyon keményen védekeznek a vendégek. Ó, Kefi kapja a labdát, Kefi, ott a személyi hiba bizony. A 12-es számú játékos Farkas Attila kapja a személyi hibát. Kefi pedig dobhat 2-t.
Kefi két büntetője, az első jó. ...25-19. És jó a második is. 26-19, 7 pontos különbség. Lakosa. Lakosa nagyon messziről vállalja el a hármast, az nem lehet jó, de a lepattanó viszont a vendégeké marad, aztán Lakosa bemegy, ezt is kihagyja, még mindig a lepattanó a vendégeké, Farkas Attila kétszer is visszaszerezte a labdát, most pedig belerohant Dramics Anyimba, támadó hiba. Ez nagy butaság volt a vendég játékostól. Dramics Anyin még nem állt belül a védett körön, ahol a támadó védett, és nem a védő, ahol lehet úgy így ütközni, és akkor a kosarat megadják. Így viszont személyhibát fújtak a vendég játékosnak, és a labda a miénk. Csere a vendégeknél. Dickerson Cole ismét a pályán, Dunker Joshua helyén. Csizmis Mesper pedig Joshuának magyaráz. A kispadnál a labda pedig ismét a miénk. 2,5 perc telt el, egyelőre nagyon jó ez a negyed nekünk. A vendégek mindössze 2 pontot szereztek eddig. Kefi, Sós. Mozogni kellene, segíteni kéne neki, aztán Kefi jön, eltelt a támadóidő nagy része. Már csak 7 másodperc van, Dukics kapja, aj, Dukics! Eladja a labdát, sajnos. Lakosa, ajaj, Sós kapja a személyhibát, igen. Odaütött Dickersonnak, csere lesz nálunk, jön Csegyörgy, Dukics helyére valószínű. Igen. Három csapat személye van a vendégeknek, egy nekünk. Sósnak ez volt az első személyhibája, az alapvonalról jönnek majd a vendégek, Lakosa kapja a labdát. Katura. Dramics Anyin védekezett remekül, de pedig megszerzi a lepattanót. Ott az újabb személyhiba, Kefi betörése után. Lakosa pedig megkérdezi a játékvezetőt, hogy mire. Gál János. És ez már a negyedik csapat személye a vendégeknek, ez még nagyon jól jöhet nekünk, cserélnek. A csapatkapitány Ferenc megy le, Lakosának egyébként az első hibája volt, és Chanel Wesley jön be, miközben Kefi dobhat 2 büntetőt. Az első jó. ...27-19. Most pedig már 28-19. 9 pontos különbség akkor, amikor 3,5 perc telt el a második negyedből. Dunker, oj, hogy indul, keményen helyet csinált magának. Ez egy tripla, és ez jó. Katura hármasával zárkoznak a vendégek. 28-22. Kefi és Lakosa, Kefi beviszi, kihagyja. Dramics Anyin, és ott az újabb személy hiba. Csere lesz a vendégeknél, és nálunk is, nálunk Horváth Ákos és... De nem, Horváth Ákos nem jön végül is, Horváth Ákos ment le, és Mándoki jött. A vendégeknél pedig a 12-es Farkas Attila helyett érkezett 44-essel Dunker Joshua. Dramics Anyin dobhat 2 büntetőt. Az első jó. 29-22. És jó a második is, 30-22. Pontosan 6 perc van még a fél időig. 8 pont a különbség a két csapat között.
Wesley. Ó, nem, hát ezt komolyan mondom. Hihetetlen, hihetetlen. Cseh György kap személyi hibát, az első hibája. Duncan. Wesley. Ó, de szép labda volt, ezt gyönyörűen játszották meg. Duncan Joshua a pontszerző. Harminc 24. 6 pontos különbség. Mándoki. Dramicsanyin beláll a hármasba. Igen, Duncan érzi. Elvitte Dramicsanyint. Egyértelmű három dobás következik. A vendégek már túl vannak a négy csapat személyén, de hát ez dobás közben történt szabálytalanság volt, úgyhogy mindenképpen dobnunk kell. Dramicsanyin az előbb kettőből kettőt dobott, most hármat dobhat. Az első jó, csak beszédül. Szép is lett volna, ha a Berényi gyűrűről ez nem megy be. 31-24, Raskó Dramicsanyinnak az előbbi volt a hetedik, ez pedig a nyolcadik pontja, és miért? Három dobás van. Hova mentek, fiúk? Hármat dobhatunk? 32-24. Ez lett a kilencedik pontja Dramicsanyinnak. És ez nincs meg. Kettő jó. 32-24. Nyolc pont ismét. Pár másodpercet vesztettek most a támadásból a vendégek, de nem vesztették el a labdát. És meg is szerezzük azt, megszerezzük végre, így van, nem kell rohanni. Cseh Gyuri nagyon ügyesen megtartja, Kefi pedig robog előre. Mándoki, új, milyen messziről áll a hármasba, az nem jó, és nem is a miénk a lepattanó. Igen, ó, ugyan már, ez most miért? Ugyan már, kedves játékvezető úr! Szándékos hibát ítél a játékvezető. Ó, sportszerűtlen hibát. Á, na nem. Inkább nem mondok semmit. Ilyen esetben mindig szabálytalankodnak a játékosok, megállítják a lerohanást indító támadó csapatot, és nem fújnak ilyen hibát. Ez személyit fújnak, az rendben van. Ennye-bejnye. Kimarad az első dobás. A második már jó, és a labda marad a körmendieknél. Törölni kell közben, 32-25, mi cserélünk, Sós helyére jön Horváth Ákos. És hát a labda természetesen így marad a vendégeknél. Wesley elrontja ezt a támadást is. Cseh, jaj, Gyuri, el ne ad. Oho! És elindul Kefi. Kefi elindul, végigviszi. Hát hogy robog végig a nagy emberek között? Az valami elképesztő. 34-25, akkor, amikor 15 perc, 30 másodperc telt el a mérkőzésből. Kefi félelmetesen bújik be a nagy emberek hóna alatt, és aztán dobja be a gyűrűbe a labdát. Lakos-e? Ez igen, ez egyértelmű szabálytalanság volt, Cseh György. És ez már nekünk is a negyedik csapathibánk. Csere lesz majd nálunk, Dukics jön be, Cseh Gyuri megy le. A második hibája volt Csenek, 34-25-nél. 9 pontos Jászberény előnynél, 14 másodperc támadó ideje lesz a vendégeknek, a játékba hozzák a labdát. Dunkerk egy váltás Katurával, ne engedjünk. Dramicsanyin védekezik egyelőre nagyszerűen, bizony nagyszerűen Dunkerk öntje el a dobás.
nem is Dunkerque volt az, hanem Dickerson Cole, aki hibázott, Mándoki. Ő is beviszi ott a nagy emberek között, és ő is bedobja. 36-25. 11 pontos különbség, egy nagyon-nagyon összeszedetten jól játszó jászberényi csapat. Mándokinak ez volt az első kosara. És egy körmendi együttes, amely nem nagyon tud mit kezdeni a mieink védekezésével, mutatja ezt, hogy 25 pontot dobtak 16 perc alatt, 16 perc 7 másodperc telt el. És természetes, hogy jött a körmendi időkérés, hiszen nem megy a játék a körmendieknek, a mieink pedig remekül használják ki gyorsaságukat, különösen Kefi, de most Mándoki is úgy robogott be a körmendi magas emberek közé, hogy azok nem is tudták lereagálni a helyzetet. 11 pont, de hát nagyon sok van még hátra. Messze még a vége, egyelőre nagyon jól alakul a mérkőzés, olyan a meccs, amilyet vártunk, de messze nincs vége még. 3:53 még a nagy szünetig, tehát a fél időig, 36-25. Az biztos, hogy eddig védekezésben és támadásban is jobbak vagyunk a vendégeknél. De mondom még egyszer, iszonyatos fizikai küzdelem folyik a pályán. Nagy kérdés, hogy ezt hogy bírják a játékosok, és nem beszélve a mentális terhelésről, amit kapnak egy-egy ilyen mérkőzésen. Egy biztos, a csarnok nagy részét maga mögött tudja a jászberényi csapat. Most is jönnek vissza a fiúk, mindenki szurkoljon, mondja a B közép. A mieinknél a Mándoki, Kefi, Dramicsanyin, Dukics és Horváth Ákos, a vendégeknél hetessel Katura, hatossal Vezli, 13-assal. Pályán. Most, miközben Horváth Ákos szerez labdát, Tóth Norbert. Kefi, Mándoki. És a 44-es Dunkerque Joshua kap személyi hibát Dukicsal szemben, és dobás következik. Úgy tűnik, hogy nem megy a játék a körmendieknek úgy, ahogy szeretnék, és egy picit ez idegesíti őket, ebből adódóan jönnek a hibák is. Dukics dobhat két büntetőt. Az első jó. És jó a második is. 38-25. 13 pont, ekkora még nem volt a különbség. Ez viszont gyönyörű játék volt. Tóth Norbert a pontszerző. 38-27. Van felvillanás a vendégcsapatnak is. És újabb személyi hiba, Dramicsanyinnal szemben a 13-as Tóth Norbert kapja. Mondom, nagyon agresszíven próbálják, főleg Dramicsanyint fogni a vendégek. Most a játékvezető elmagyarázza mind a két fiúnak, hogy jobban vigyázzanak egymásra. Tóth Norbertnek a második hibája, Dramicsanyin dobhat kettőt. Az első jó, 39-27. Cserélnek majd a vendégek. Ferenc Csaba, a csapatkapitány jön vissza, 40-27-nél. A 44-es Dunkerque Joshuát váltja Ferenc Csaba. Dickerson Cole, a 13-as Tóth Norbert, Ferenc Csaba, a 6-os Channels Wesley, és hetessel Katura Luka a vendégeknél a pályán. Nálunk Kefi, Sós, Dukics, Horváth Ákos és Mándoki. Pontosan 3 perc még. A nagy szünetig 40-27. Ferenc. Egyelőre nagyon jól és agresszíven védekezünk. Dickerson majdnem kilépett a vonalról, aztán dob egy hármast, ami nem jó. A labda pedig a miénk. Thank you.
Chenis Wesley biztatja a társát, Katurát, hogy jó lett volna ez. A labda viszont a miénk, az utolsó 3 percen belül vagyunk az első félidőben, 13 ponttal vezet a JKS-a. Pontosabban a JP Topkop Jászberény csapata, a JKS-ét már annyira megszokta az ember. Mándoki beláll a hármasba, és lejön a gyűrűről, de ide jó lett volna ez. Sikerül, robognak előre a vendégek, aztán megállnak. Jól járatják, de Kefi belenyúl, így nincs dobóhelyzet. Ó, és Kefi majdnem labdát szerzünk, már csak 6 másodperc támadódéje van a vendégeknek. Ne engedjük dobni, ne engedjük dobni, Ferenc dobhat egy hármas, és bedobja az utolsó pillanatban Ferenc Csaba bedobja a hármast. Kétszer is majdnem eladták a labdát a vendégek egy támadáson belül. A végén sikerült korrigálniuk, és egy hármas lett a jutalma. Ferenc, 40-30, 2 perc még a fél időig. Sós, Horváth Ákos. Sós, ő is beláll a hármasba, iszonyú magas ívben, és be is dobja. 3 pontos a 3 pontos a válasz. Sós kapja a személyhibát, és dobnak a vendégek. Csizmis Mester pedig megint magához rendeli a másik 4 játékost, a dobó Ferenc Csaba marad a vonalon, Dramicsanyi jön majd a mieinknél. A többieknek pedig Csizmis Mester elmagyarázott valami, Dramicsanyi jön, és Szögi is jön, Kefi megy le, és Mándoki. Hát egyelőre azt mondhatom, amit a Szombathelyi elleni mérkőzésen is, hogy aki pályára lépett eddig a miénknél, mind hozzátette a magáét. Ferenc Csaba 2 büntetője következik, 1.40-nel az első félidő vége előtt, 43-30-nál az első rossz. A második jó, 43-31, 12 pont a különbség, másfél perc még a fél időig. Szögi. Dramicsanyin. Horváth Ákos. Dukic Dramicsanyinnak, Dramicsanyin. Elvállalja és bedobja. Ferenc a másik oldalon kihagyja. 45-31. Nem kell rohanni, srácok, álljunk föl. Dramicsanyin beláll a hármas, lejön, de Dukicsi a lepattanó, és bedobja. Nagy rohanás, és ebből egyelőre remekül jövünk ki. 16 pont a különbség. De figyeljünk, óha, nem jó a tripla. Dukicsi a lepattanó. 47-31, hihetetlen a mérkőzés, komolyan mondom, hihetetlen. Amire ez a csapat, a mieink képesek hazai pályán, bármi legyen is a végeredmény, ez az első félidő egészen szenzációs és parádés volt. Sós, Dukics beláll fordulásból, ez most nem jó, és pont egy támadás ideje marad a vendégeknek. Ferenc nem dobja most el, nem vállalja a 3 pontos, Joshua elvállalja, bedobja. Nem is Joshua volt az, hanem Chenels Wesley. Chenels Wesley dobta be a hármast. ...47-34. 9 pontos a vendégek hatosa, Jászberény időkérés akkor, amikor 15,2 másodperc van hátra. Az első félidőből, és nem hiszem, hogy bárki lenne, aki arra gondolt volna, hogy az utolsó 15 másodpercnek úgy megyünk neki az első félidőben, hogy vezetünk 13 ponttal a Körmend ellen, a veretlen Körmend ellen, és volt ez a különbség is pár pillanattal ezelőtt 16 is. Most mondom, aláírnám, ha egy pont megmaradna ebből a végére. És legyőznénk a körmendienket, óriási, hatalmas nagy tett lenne. Vége az időkérésnek, 47-34-nél. Hát kosarat már nem kaphatunk, ami annyit jelent, hogy nem adhatjuk el a labdát, nem is kell eldobni korán. 15 másodpercünk van arra, hogy újabb kosarat szerezzünk, vagy legalább megpróbáljuk, és ha nem is sikerül, akkor is
menjen az idő, és maradjon legalább ez az eredmény, vagy szerezzünk még egy kosarat. Katura, Lakosa. A 6-os Csenels Wesley, a 13-as Tóth Norbert, és a 25-ös Dickerson Kóla vendégeknél az utolsó 15 másodpercre a pályán az első félidőben. És még nem megy az óra, csak most indul el, amikor Kefi fölvette a labdát. Dukic jön elzárni, Kefi beviszi, Kefi fölteszi, kihagyja, már csak két, már egy másodperc, lejárt az idő, későn engedi el a vendégjátékos, marad a 47-34, ami annyit jelent, hogy a vendégek 17 pontot dobtak az első és a második negyedben is, mi viszont 28-at dobtunk a második negyedben, az első negyedben szerzett 19-hez, így 47-34-re vezet a Jászberényi csapat. Jól jön most a szünet, pihenjenek ön is, önök is, és azután jövünk vissza majd a harmadik és a negyedik negyeddel. Gyorsan bemondom és hozok papírt, jó? Tudom, Attila, megszámolta, hogy hányan vannak. Nem mondja nekem, hogy ez 200 ember, én voltam a múltkori meccsen. Itt van fönn 200 ember, ha tele van, az 200. 220. Ott azon a részen vannak 100-an. Az biztos. Meg ott is vannak 100-an. Mit? Akkor számold meg, bazd meg. Számold meg. Itt lenn is vannak. Nem, minek? Majd, ha jönnek. Lassan vége a nagyszünetnek, jönnek majd vissza a csapatok. 47-34 áll az eredményjelző táblán. Azaz 13 pontos Jászberényi előnyről folytatódik majd a mérkőzés. Ez mindenképpen meglepetés az előzetes latolgatások szerint. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a vendégek 5 idegen légiósok közül Perry Kendrick 3-assal még nem volt pályán, és valószínű, hogy sérülés miatt nem is lesz. De akkor is 4 idegen légióssal a veretlen Körmend ellen vezetni 13 ponttal, hát ez bizony nagy dolog. Nálunk 3 idegen légiós van, ők ott lesznek a kezdő csapatban a második félidőben a pályán, hiszen ott van Kefi, Dukic és Damicsanyin, Horváth Ákos és Sós. A vendégeknél 7-essel, Katura 4-essel, Lakosa 6-ossal, Csenels Wesley, 25-össel Dickerson Cole, és 44-essel Dunker Joshua. A legjobbak tehát a pályán mindkét oldalon. A miénk kezdik majd a játékot a harmadik negyedben, és ebben a pillanatban el is kezdődött a harmadik játékrész. Horváth Ákos, Dukic, Damicsanyin, Damicsanyin és Dunker, Damicsanyin befordul, kimarad az ittszer, és sajnos nem sikerül rádobni a labdát Dunkerre úgy, hogy kipattadjon róla. Az első támadásunkat tehát védték a vendégek, jön az ő első támadásuk, Dobócsel, ajaj, és kimarad az ittszer, de aztán másodjára Dickerson csak bedobja. Nem figyeltünk azért ott a palánk alatt nagyon. Ha a lepattanót megszerezzük, akkor ez a kosár elkerülhető lett volna. 47-36. Dukic. Horváth Ákos, Horváth Ákos bemegy, visszajátsza. Ez 3 pontos lenne, de nem jó, és ki a lepattanó? A miénk, nem a miénk. Igen, a játékvezető először nekünk adta a labdát, az egyik, de a másik, aki közelebb volt, látta, hogy sajnos a miénk kezéről ment ki a labda, és ez jó ítélet volt. Hoppá! Horváth Ákos gyönyörű védekezés volt, bele tudott kapni, pedig ez zicser lett volna. 11 másodperc támadó idő még a vendégeknek. 47-36. Yeah.
Horváth Ákos kapja a személyhibát. Az induló Lakos a Zsolttal szemben szabálytalankodott. Az alapvonalról jöhetnek a vendégek. Horváth Ákos első hibája volt. Ajajajajajajaj! Sós nagyon megverte Katura, és utána Sós sajnos még szabálytalankodott is. Hát keményen kezdi a második félidőt a vendég együttes. Dickerson 2 pontosa után, Katura 2+1-et szerezhet, és rögtön 5 pont lehet a mínusz a hátrányukból, 47-39. Blaskovics is melegít a mieinknél, Dukic beláll a hármasba és bedobja, ez most nagyon kellett. 50-39, másfél perc elteltével. 10 ponton kívül kell tartani, ameddig csak lehet a körmendieket, hogy ne gondoljanak arra, hogy könnyedén visszazárkózhatnak. Ez egy rövid dobás, lepattanó, miénk lesz a labda, így van. Nem is vitatják, a 25-ös Dickerson ütötte el a labdát. Miénk az? 2 perc telt el a harmadik negyedből. 11 pont a különbség. Mozogni kéne, egyelőre 4-en állnak. Kefi pedig nem nagyon tud mit kezdeni. Dukic ismét beláll a hármasba, ez most lejön, és nem is miénk a lepattanó. Rajta volt a lába a vonalon, így van, 2 pont csak. 50-30, 50-41. Channels dobása után. Dramicsanyin. Be tud-e fordulni, visszajátsz a Dukicsnak. Kefi megnézi a vonalat, nehogy véletlenül rálépjen és bedobja a hármast. 53-41. Dunker. Katura levált Sósról, nem biztos, hogy teljesen szabályosan, de mindegy. 53-43. 10 pont a különbség. Dukic. Dramicsanyin. Vissza Dukicsnak. Kefi. Jön majd nálunk Blaskovics és Cseh. Kefi elvállalja a 3 pontos, Dukicsi a lepattanó. Vissza Kefinek, Dramicsanyin. Ő is beláll a hármasba, ez is lejön a gyűrűről. Dukic és Sós megy le. Cseh és Blaskovics jön be, Sós nyugtatni kell. Katura nagyon megdolgozta. 53-43, 10 pontos különbség, 3,5 perc telt el. Mándok is jön majd a mieinknél. Channels. Jól védekezünk, megszerezzük a labdát. Kefi pedig robog, Kefi robog. És most ezért miért nincs sportszerűtlen, kedves játékvezető urak? Az első félidőben ugyanilyen és sportszerűtlent fújtak nekünk. Katura első személy hibája, maradt természetesen nálunk a labda. 2-1 a csapat személyi aránya nekünk. Kefi. Kefi bemegy, Kefi tovább teszi, Blaskovics beláll a hármasba, lejön a gyűrűről a dobása, a lepattanó Dunkeré. Dunker. Lakosa. Lakosa. Ó! Horváth Ákos kiveszi a kezéből a labdát, és aztán megbeszéli a játékvezetővel, hogy miért kellett fújni. A harmadik személy hibánk, Horváth Ákosnak a második hibája, és ezért dobás jön. Hát, mit mondjak? Érdekes ítélet volt. Lakosa bedobja az első büntetőt, 53-44.
Kiznis mester pedig Katurának és Vezlinek magyarázott valamit. 53-45. Csere nálunk, cseh helyére jön Mandoki. Hosszú még ez a meccs, nagyon sok idő van hátra. Nagyon-nagyon figyelni kell, srácok. A harmadik negyed közepe táján 8 pontra csökkent a különbség. Horváth Ákos, Dramicsany, Mandoki. Dramicsanyinnal birkoznak, állj, Mandoki eladja, de így van bizony, hát már előtte fújni kellett volna. Dramicsanyinnal szemben folyamatosan birkoznak a vendégek, de most azért meg kell mondani, ez egy nagyon érdekes játékvezető ítélet volt, mert akkor fújtak, amikor eladtuk a labdát. Előbb lehetett volna, most nem biztos, hogy kellett volna már. De marad nálunk a labda. Horváth Ákos beláll a két pontosba, lejön a labdája, és robognak előre Ferenc. Ez bizony szép volt. Dickerson. 53-47. Már csak 5 másodperc, Mandoki elvállalja a 3 pontos, lejön a gyűrűről, Dramicsanyinál a lepattanó, bedobja, és még ott van egy személyi hiba. A 25-ös Dickerson kell, hogy személyi pontot kapjon. Kettő plusz egy lett Dramicsanyinnak, 14 pontos eddig. Dickersonnak pedig Csészmics mester magyaráz, Dramicsanyin készül a büntetőhöz. Természetesen jó. 56-47, 9 pont a különbség akkor, amikor a negyed közepén járunk. Dickerson. Dickerson, még mindig Dickerson, Dramicsanyinnal. Dramicsanyin kapja a személyhibát. Nekünk ez a negyedik csapat személyünk, a vendégeknek 3 van, Dramicsanyinnak pedig a második hibája. Katura, ezt megint megcsinálják, kimarad. Horváth Ákos kapja a személyhibát, de hát ismét, bocsánat a kifejezését, megetettek bennünket az alaponai labda behozatalnál, és ez már másodszor fordul elő, Katura teljesen tisztán maradt ott. Szerencsére nem lesz 2 plusz 1, de valószínű, hogy lesz 2 pont. Az első büntető jó, 56-48. Sós jön majd vissza a mieinknél. És jó, a második is, 56-49. Laskovics helyére Sós jön. 4-48 még a harmadik negyedből, rengeteg idő van még, és bizony a félidei nagy előny, 13 pontos előny, 7-re csökkent, de ez még mindig megvan, és az a 7 pont is nagyon sok. Mandoki. Mandoki, mit tud tenni? Sósnak játsza ki. Ó! Sós kim volt ezek szerint a pályán, mikor megkapta a labdát. Mandoki helyére jön Szögi, 56-49. Verik a dobot a vendég szurkolók is, hiszen érzik, messze nincs még eldőlve ez a mérkőzés. Dukics jön majd a mieinknél. Hát az most kinek fújja a személyi hibát? Hát ezt nem hiszem el. Kedves játékvezető úr, a vendégjátékos neki megy Sósnak, és nekünk fújják a személyit. Ennyi, hát ez nagyon komoly játékvezetői hiba. A kezdeményező egyértelműen Ferenc Csaba volt, aki nekiugrott Sósnak, és mi kapjuk a személyi hibát. Ennyi. Nem kellene, ezt nem kellene azért. Sósnak a negyedik hibája.
Na, higgadjunk le. Ferenc dob két büntetőt. Az első jó. És jó, a második is, 56-51. Minden esetre azért jó lenne, hogyha a játékvezetők egyenlő mércével mérnének. Mi kaptunk egy sportszerűtlen szándékos hibát az első félidőben, ugyanazért a szabálytalanságért a vendégek nem kapták ezt meg. Blaskovics viszont megszerzi ezt a nagyon fontos kosarat, 58-51. Ojjajajajaj, Dukic lemarad Dickersonról, 58-53. Szögi. 7 másodperc, Szögi és Lakos a Szögi. Szögi elveszíti a labdát, de megvan, még dobni kell, dobni kell, hát lejár az idő. A mindenségét neki. Ezt a támadást nagyon elrontottuk, és nem véletlen jön meg a vendégszurkolók hangja. 58-53, mindössze 5 pont a különbség. 3-17 van még a harmadik negyedből, és nagyon közel jöhetnek a vendégek. Lakosa elindul. Lakosa nekirontott Blaskovicsnak, ezt sem fújták be. De megszereztük a labdát. Kefi. Jön majd Dramicsanyin. Ó, Kefi ezt hova akarta. Ezt nagyon elmérte, elnézést is kér Horváth Ákostól. 58-53 akkor, amikor 27 perc telt el a mérkőzésből. 5 pontos különbség, Dukic megy le, és Dramicsanyin jön vissza. Dickerson, aki nagyon sok gondot okoz nekünk. Channels-el egy váltás, Channels, beviszi, még tovább teszi. Katura vállalja el a 3 pontost, és be is dobja. 58-56. Érezhetően keményített a védekezésén a vendég együttes, ez meglátszik azon, hogy mi eddig mindösszesen 11 pontot dobtunk ebben a játék részben, ők viszont 22-t, tehát alaposan fölzárkóztak. 2 pont csak a különbség. A játékvezetőknek van mit megtárgyalni, mert volt érdekes ítéletük egyébként mindkét oldalra. Időnként érdekesen fújnak ide is, oda is személyi hibákat. De ettől függetlenül a játékosoknak ezzel nem szabad törődni. Játszani kell, és a játékban eldönteni egymás között, hogy mi lesz a végeredmény. Most van egy kis probléma a vendégszurkolókkal. A vendégek egyik képviselőjére a kispadról megy oda. Zsebe Ferenc is ott van a vendégek egyesületének ügyvezetője, és nyugtatja ott a szurkolókat. 58-56, 2 pont a különbség, mindössze 2 perc 29 másodperc még a harmadik játék részből. Mondtam a fél idő után, hogy 13 pont nem sok, főleg egy ilyen nagyon-nagyon jó csapat ellen. Bizony nagyon kellenének most már a pontok, amiben nem voltunk túl bővében ebben a negyedben. Kefi, de vezetünk még mindig 2 ponttal. Szögi, gyönyörűen fordul le Szögi, Dramicsanyin, Blaskovics, Horváth Ákos, Kefi. Kefi beleáll, és bedobja a gyönyörű kosár. 56, de már is rohanni kell vissza védekezni, mert jön a Körmendiek következő támadása. Channels, oly, Katura teljesen tisztán, de kihagyja a 3 pontos, ez pedig a miénk!
nem létezik. Ezt hogy látta a kedves játékvezető, ezt hogy látta, hogy a miénk, mi játékosunkról ment ki, aztán elnézést kér. Hát hihetetlen, komolyan mondom. A vendégek játékosa is, Dramicsanyin és ha jól láttam, akkor igen, Dickerson ment a labdá, és Dickersonról ment ki, ő sem vitatta ezt, és mégis először a körmendieknek akarták adni a labdát. Na de még mindig jobb, hogy javítottak. És most Szögiről megy ki, így van, ez is így jó ítélet. 60-56. Katura kacsint össze Vakos a Zsolttal, gyerünk, azt mondja, gyerünk tovább, csak 4 pont a különbség, másfél perc még. Ferenc Csaba is benn a pályán. Csenelsz Lakosa. Dobás következik, nekünk már megvannak a csapat személyeink, a vendégeknek még csak 3 személy hibája van. Dukics jön Szögi helyére, miközben Vakosa dobhat 2-t. Az első jó, 60-57. 1 perc 22 másodperc még a harmadik negyedből. És jó a második is, 60-58. Kefi. Csizmis mester nagyon-nagyon szugerálja a sajátjait. Dramicsanyin, Ferenccel a nyakán. Dukics visszakapja Dramicsanyin. Horváth Ákos elindul, Horváth Ákos beviszi. Kimarad, de miénk a labda? Nem a miénk. Dickerson szerzi meg. Az utolsó percen belül a harmadik negyedben. Ferenc, Katura, Csenelsz. Dickerson nem tudott váltani. Katura. Katura beejti. Egyenlítenek a vendégek. 60-60. Még több, mint egy támadásnyi idő van hátra, tehát kosárral kell befejeznünk ezt az akciót. Dramicsanyin. Ferenc kapja a személyi hibát. A negyedik csapat személy a vendégeknél. Ferenc Csabának is a negyedik hibája. Kefi megy le az utolsó 28,6 másodpercre pihenni. Szögi, Dukics, Blaskovics, Horváth Ákos és Dramicsanyin a pályán. Törölni kell közben. 28,6 másodperc, ennek a feléig még miénk a labda, 14 másodperc, és aztán még támadhatnak majd a körmendiek is. A félidei 13 pontos előny tehát elfogyott, most egára állnak a csapatok. Horváth Ákos. Nos, mindenképpen kosarat kell szereznünk. Blaskovics. Szögi. 7 másodperc, 5 másodperc. Dukics. Dukics elvállalja, de hát ez nagyon rossz. Hát ezt nem hiszem el. Mit néznek a játékvezetők? Csenelsz végigmegy a pályán, föllöki. Először föllöki Blaskovicsot, utána föllöki Szögit. Hát ez hihetetlen. A végül csak befújták már a támadó hibát, hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Először Blaskovicsot öklelte föl, utána Szögit, és a másodikat már legalább befújták. Hát hihetetlen. 6 másodperc, Szögi. Szögi bemegy középre, a kicsik, a nagy emberek közé is kimaradt, sajnos. 60-60, nulláról kezdődik tehát az utolsó negyed. 13 pontot dobtunk sajnos csak a harmadik negyedben, még a vendégek 26-ot, így 60-60-ra áll az eredmény. És hát továbbra is mondom, a játékvezetőknek van mit megbeszélni, mert azért elég furcsa ítéleteik vannak ide is, oda is, és néha
nagyon látványosan tévednek. Még szerencse, hogy a játékosokat ez nem nagyon zavarja, persze zavarja azért, de ők a játékkal törődnek. Eltelt 30 perc, és olyan, mint a 0-0-ról indulna az utolsó játékrész, de nem 0-0-ról, hanem 60-60-ról, hiszen mindkét oldalon voltak nagyon szép pillanatok. Ebben a negyedben egyértelműen fölényben volt a körmendi csapat, sokkal keményebben védekeztek, és ez nekünk nem nagyon ízlett. Ez meg is látszott abban, hogy az első negyedben 19, a másodikban 28, most a harmadikban csak 13 pontot dobtunk. És hát hatalmas csata dúl a pályán, tehát azt lehet látni, iszonyatos test-test elleni fizikai harc, aminek megítélésében időnként nem teljesen következetesek a játékvezetők, de ezt tudomásul veszi nagyvonalúan mindkét csapat, mondhatom így is, és játssza a saját játékát. A negyedik játékrészt a vendégek kezdik majd. Dickerson, akivel a legtöbb problémánk van szerintem, Katura, aki a második fél időre nagyon följavult, most Dunker is benn van a pályán 44-essel, 4-essel Lakosa Zsolt, és 6-ossal Channels Wesley. Éppen nála a labda. Ő az irányítója a vendég együttesnek. Dunker teszi vissza neki a labdát, beláll a hármasba, de ez kijön, és Dukic előtt ide visszakerül a vendégekhez, tehát egy 14 másodperces támadó idejük kezdődik. Ajajajajajajaj. Lakosa dobhat teljesen tisztán, és ez egy nagy homály. Dramicsanyin megszerzi, és ezért miért nincs? Ezért miért nincs szándékos? A második olyan eset, amiért mi kaptunk már két dobást, és még utána mi, az ellenfélé volt a labda. Hagyjuk, 60-60, Sós, Dukic, Dramicsanyin, Mándoki és Kefi most a pályán nálunk. Kefi, nagyon keményen védekeznek a vendégek. Kefi bemegy, végigviszi. Inkább nem mondok semmit, ezt minek kellett befújni? Egy kosárral kevesebb nekünk, egy személyvel több a vendégeknél. Dramicsanyin. Hogy aztán majd mit érez a végén, ki tudja. Channels kapta a harmadik hibája. Sós, ajj, ez rossz labda volt, Gabi. Elindulnak a vendégek, Katura. A labdára ütött rá! Atya úristen! Gál János, hát mit fújt be? Kefi a labdára ütött rá, és lefújja a személyhibát a játékvezető. Nem hiszem el. Ójaj. Katura első büntetője jó. Jó, a második is, 60-62. Kefi. Lejön a labdája, Dukicsé. Dukic, ezért sincs falt. Hát miért fújnak már, kedves játékvezető urak? Miért fújnak, ha ezért nem fújnak? A labdát meghagyják nekünk, de ez valami elképesztő. Dramicsanyin. Nem jó a triplája. Na, ki a labda? Most meg a körmendiek nem értik, mi történt. Hát a játékvezetésre azt hiszem, hogy mind a két oldala lehet panasz bőségesen. De nézzük tovább a játékot. Kefi. 60-62. Ez nagyon rossz dobás. Nagyon rossz dobás Kefitől. Egy indítás, Dickerson megáll. Lakosa.
gyönyörűen szerel Kefi. Az előbb is ugyanígy ütött a labdára, azt befújták, ezt most nem. De hát nem is lehetett, hiszen labda volt. Kefi helyére jön Szögi. Gatura. Gatura, óriási plökk! Hát ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! A Gatura ellöki magától Sóst, és utána bedobja. Hát ez hihetetlen. 60-64. Persze, hát a vendégek meg, amit lehet, megteszik. Hát miért ne csinálnák? Hát igazuk van. Dramics anyin bedobja végre. Amit engednek a játékvezetők, ők azt kihasználják, de hát azért ez már sok. Ez már sok. Cseh Gyuri jön majd a mieinknél. 62-64, 7,5 perc, semmi nem dőlt még el. Channels, Lakosa, igen. Ez most szabálytalan volt, és egyértelmű, hogy kapja a személyi hibát. Mándoki, aki lemegy, jön Horváth Ákos, Dukics helyére jön Cseh. 7,5 perc. 62-64. Ó, ne! Komolyan mondom, nevetni ezen, nevetni lehet ezeken az ítéleteken. Nevetni lehet, amit fújnak a játékvezetők. Hát neki megy a labdát vezető játékos, a Jászberényi játékosnak, és befújják a személyhibát. Elképesztő. Channels. Ez neki könnyű, így van, ez bedobja. Aztán Channels összeakaszkodik Szögivel, és Szögit figyelmezteti. Uraim, önök hol élnek? Hát komolyan mondom, botrányos, amit művelnek a játékvezetők. Most már ez a meccs sokkal jobb hát játékvezetői hármast. Sokkal, de sokkal jobb játékvezetői hármast érdemelt volna. Ezt kell, hogy mondjam. Egyszerűen nem tudnak fölnőni arra a szintre, amilyen szinten ez a két csapat játszik. 62-66. Szögi. Szögi elindul befelé, megállítják. Gyönyörűen megy, és egy nagyszerű, ez egy gyönyörű szerelés volt. Ami szép, az szép, ez személyi hiba, így van. Dunker volt az, aki gyönyörűen blokkolta a Szögi dobását. Szögi helyére jön vissza Kefi. 62-66. 62-66. 4 pontos körmendi előny. Ez egy 3 pontos, 3 pontos, 62-69. Dickerson 3 pontosával. 7 ponttal elment a körmendi csapat. Nem véletlen mondtam a félidőben, az a 13 pont nem túl sok. Nagyon keményen játszanak a körmendiek, de az is hozzátartozik, hogy a játékvezetők fura ítéletei rendre bennünket sújtottak. Egyáltalán nem kívánom erre fogni az eredmény ilyetén változását, de bizony a 3 bíró, hát finoman fogalmazva is, meglehetősen furcsa ítéleteket hozott, és rendre a mieink terhére. Hozzáteszem, tévedtek a körmend ellenében is, nem is egy alkalommal. És továbbra is állítom, ez a mérkőzés sokkal jobb bírói hármast igényelt volna. Kövezzenek meg érte, akkor is ezt mondom. És nem akarom megbántani a játékvezetőket, szerintem ők is érzik, hogy nincs igazán kézbe ez a találkozó. Na de nézzük az utolsó 6 perc, 44 másodpercet. 62-69. Horváth Ákos, Kefi, Cseh György, Sós és Dramics Anyin nálunk. Kefi.
Horváth Ákos, ez egy hármas, ez az. ...65-69. Horváth Ákos triplájával, és még mindig van 6 perc. Na most már nagyon-nagyon figyelni kell, nem férnek bele a hibák. Ez, és megvan a labda, ez most nagyon kellett. Sós cseh, Horváth Ákos beláll a hármasba, rövid, de kár volt. Ezért nagyon kár volt, talán föl kellett volna állunk, Lakosa bemegy és bedobja bizony. Ami az egyik oldalon nem mentve, az bement a másik oldalon. 65-71. Cseh. 67-71. Az biztos bármi lesz is a mérkőzés végeredménye, csak dicséret illeti a jászberényi fiúkat. Mert talán a magyar első vonal legjobb formában lévő csapata most. Ez a Körmend, befújják a személyi hibát nekünk. Ezen már nem is kell csodálkozni, de ez fújható volt. 67-71. Damics Anyin kapta a hibát. Ez a harmadik személye, Dukics jön Cseh Gyuri helyére. Dunker pedig dobhatja a büntetőket, az elsőt kihagyja. A játékvezetők meg most veszik észre, hogy Kizmics mester benne a pályán. 67-71, Dunkerk első büntetője tehát nem volt jó. A második a helyén, 67-72. A negyed közepén járunk, 5 perc még a hátra lévő játékidő. Horváth Ákos. Nagyon keményen és jól védekeznek a vendégek, és el is adjuk a labdát sajnos. Robognak előre. Ferenc beláll a hármasba, de aztán nem dobja el. Katura, akit nem győzök dicsérni, nagyon-nagyon jól játszott. Na és hát itt ez a 25-ös ember. Ő a nyerő embere a vendégeknek. Dickerson. Dickerson hármasával 67-75. Ez nem jó, és kié lesz a labda. A miénk 3 az 1-ben. Hoppá! Hát ezt nem hiszem el! Oda nyúlt Katura, és mondja is a játékvezetőnek, szabálytalankodott, nem fújták le. Most megadták a kosarunkat, az előbb ugyanilyenbe belefújtak. Még a kezét is föltette a vendégek játékosa a szabálytalanság után. Komolyan mondom, hihetetlen. 69-75. Lakosa tovább teszi, még tovább. Ferenc elvállalja a hármas, nem jó. Ó, Katura kihagyja az ittszert. Nem mentünk a lepattanóért, de most megy Kefi. És nem dobja be, ez hiba volt. És fogja a lábát. Kefi fogja a lábát, ez nagyon nem jó. De szerencsére meg... Ó, de ez rossz. Dickerson ezúttal teljesen tisztán dobhatott. Kefi sántikál. 69-75, még 3,5 perc. Horváth Ákos. Dukics, Lakosa. Nekünk már régen megvan az 5 csapat, vagy a 4 csapat személyünk, nekik ez még csak a harmadik hiba. Kefi helyére pedig jön Szegi. Horváth Ákos. Szögi, Dramics Anyin, még tovább. Horváth Ákos, Szögi, egy dobócsel, Szögi beviszi, de jól blokkolták bizony. Sajnos jól blokkolták, 69-75. Nagyon jó csapat ez a Körmend, az első fél időben nem bírtak velünk, nem ment úgy a játék nekik, ahogy szerették volna, aztán keményítettek a védekezésen. Kefi jön vissza Szögi helyére, 3 perc, 14 másodperc, 6 pontos vendég előny. És hát teljesen tisztában voltak a körmendiek azzal, hogy ez egy nagyon kemény mérkőzés lesz, ilyen is lett. Kefi,
horvát Ákos, már csak 8 másodperc támadóidő, horvát eladja. Ezzel vége, sajnos ezzel vége. Csanász be varázsolja a gyűrűbe a labdát, 69-77. Kefi, elfáradtunk a végére sajnos, de ez nem csoda, hiszen ez egy iszonyú kemény küzdelem volt Horváth Ákos. 71-77. Még 2 perc, 20 másodperc. 6 pontos különbség, 2 tripla. Egy rossz dobás, Dukic. Kefi robog előre, Kefi robog. Sós, közelebb megy, 2 pontos, jó. 73-77. Körmendi időkérés akkor, amikor 2 perc van még hátra, és 4 pont mindössze csak a különbség a két csapat között. Hát csak csendben mondom, én nagyon örülnék egy hosszabbításnak. Nagyon-nagyon örülnék egy hosszabbításnak. Gondolom a körmendiek nem annyira. Egy nagyon jó mérkőzés, egy nagyon jó ellenféllel szemben, és nagyon jól tartja magát a jászberényi csapat. Hosszú időn keresztül vezettünk, aztán átvették a vezetést a körmendiek, elúszni látszott a mérkőzés, de visszajöttünk. És akkor, amikor 2 perc van már csak hátra, 4 pont a különbség. A jövő héten egyébként csütörtökön az M4 élőben közvetíti a Mieink kecskeméti mérkőzését 20 órától, tehát megnézhetik majd a sportbarátok. Október 30-án pénteken pedig idehaza tévés meccs lesz. Az M4 közvetíti a JPL Topkop Jászberény Alba-Fehérvár találkozót. Na de egyelőre még maradjunk ennél a mérkőzésnél. 4 perc, illetve 2 perc, 4 másodperc van még hátra. 73-77. És hát, ha ki kell emelnem 3 embert a vendégek közül, akkor mindenképpen Katura, Dickerson és Channels az, a 6-os, a 25-ös és a 7-es, akiknek nagyon nagy része lesz abban, ha megnyerik ezt a találkozót, hogy ők nyertek. Kefi labdát. Na most kikapja a személy. Elesett a körmendi játékos, Kefi megpróbált átmászni rajta, és ő kapja a személyi hibát. Hát, na most mi van? Sós Gábor reklamál a játékvezetőnél. Én inkább már nem mondok semmit. Horváth Ákos. Ez azért elképesztő, amilyen ítéleteket hoztak, komolyan mondom. Szóval ez egy nagyon jó körmendi csapat, nagy hagyományokkal rendelkezik, de nem kellene, ezt nem kellene ezzel így megsegíteni őket. Hát ez egy vicc, komolyan mondom, vicces, amit a játékvezetők művelnek. Channels első büntetője kimarad. A második jó, 73-78. Öt pontos vendég előny, 16 pontos a vendégek 6-os számú irányító játékosa, az utolsó 2 percen belül vagyunk. Horváth Ákos. Kefi. Ő is elcsúszik, de megvan a labda. Dramicsanyin el, hát és Katura ellen még személyt is fújhattak volna, hiszen neki ugrott Dramicsanyinnak dobás után. Hát ez hihetetlen. 76-78. Egy perc 41 van még hátra. Ami nagy baj, hogy mi már összegyűjtöttük, túl vagyunk a 4 csapat személyén, a vendégek még csak 3-nál járnak. És most úgy néz ki, hogy letámadunk.
megpróbálunk labdát szerezni. Hát azért olyan agresszíven nem, Lakosa. Channels. Lakosa, már csak 8 másodperc. Lakosa beláll, ez rövid lesz, így van, miénk a labda. 1-20 van még hátra, 76-78. 2 pontos vendég előny, de miénk a labda. Kefi. Horváth Ákos. Kefi. Kefi elindul, Channelsnek fújják a személyi hibát. Megvan a 4 csapat személye a vendégeknek is. 14 másodperc a támadóidőnk, oldalról hozhatjuk játékba a labdát. Dramicsanyin. Jön Kefi. És most már mi is dobhatunk majd. Sós hármasa, lejön a gyűrűről, azt a mindenit. Már csak 8 másodperc, már csak 6. Channels elindul, Channels bemegy és bedobja. 76-80. 37,7 másodperc. Channels. A játékvezetők megint tanácskoznak, hát volna mit megbeszélniük, való igaz, ha visszanézik ezt a mérkőzést, akkor lehet, hogy sok mindent másképp látnának. 76-80, 37,7 másodperc, elképesztően izgalmas mérkőzés a végén, és reméltük, hogy ilyen lesz. Egy nagyon-nagyon jó Körmend ellen végig partiban vagyunk, sokáig vezettünk is, és most már bravúr kellene ahhoz, hogy megfordítsuk a mérkőzés állását, de még van 37 másodpercünk, 37,7 másodpercünk, 76-80. 4 pont, ha az előbb bement volna Sós Gabi triplája, akkor most 79-80 állna az eredményjelzőn. 76-80. Egyelőre nagy tanácskozás még mindkét oldalon. A mélyeinknél Kefi, Horváth Ákos, Sós, Dramicsanyin és Dukics jön vissza. A vendégeknél Lakosa, Ferenc Csaba, Katura, Dickerson és Channels. Nekünk a lehető leggyorsabban kosarat kellene dobni, hogy azután még egy esetleges büntető párbajt meg tudjunk vívni a vendégekkel. Dramicsanyin. Dukics elesett. Személyi hiba a vendégeknél. 31,8 másodperc. És ezzel Channels kipontozódott. A 40. percben, tehát a vendégek hatosa kipontozódott, viszont eddig remekül játszott. Kefi dobja a 2 büntetőt, és az első nem jó. A második jó, 37-80, 77-80 természetesen. 31,8 másodperc, 3 pont a különbség. Időt kérnek a körmendiek. Elmondom tehát még egyszer, hogy jövő héten csütörtökön, október 22-én az M4 élőben közvetíti a mieink Kecskemét elleni találkozóját. Tehát
aki nem tud elutazni Kecskemétre, az is meg tudja nézni a mérkőzést. Illetve október 30-án pénteken, amikor egyébként egy NB1-es női röplabda mérkőzés lenne a nyíregyháziakkal, az a vasárnap kerül majd megrendezésre 17 órai kezdettel. Pénteken pedig, tehát október 30-án JP Topkop Jászberény Albafehérvár mérkőzés lesz itt a csarnokban, és azt is közvetíti majd az M4. Amint említettem, a röplabda bajnoki pedig két nappal később, december 1-én vasárnap 17 órakor a Nyíregyháza ellen, az is egy nagyon nagy mérkőzés, és ahogy nagyon nagy mérkőzés lesz az Albafehérvár elleni, és a jövőti kecskeméti mérkőzés is. Most pedig 31,8 másodperc van még hátra. 3 pontos körmendi előny. 77-80. Katura Lakos a Dickerson, a csapatkapitány Ferenc, és a 44-es Dunker a pályán a vendégeknél nálunk, Dramics Anyin. Dickerson és Dramics Anyin. Dukic, ezt megcsinálták. Dunker a pontszerző. Kefi beleáll a hármasba, és bedobja a hármas. Másodperc. Lakosa dobhat büntetőket. Ha csak az egyiket dobná be, de jó lenne, mert akkor még van egy időnk. Sós kipontozódott. És most az egész csarnok szurkol, hogy Lakosa ne dobja be a büntetőt, bedelője, és Katura úgy örül, mintha már megnyerték volna a mérkőzést. Nem véletlenül, hiszen ez egy nagyon nehéz meccs volt. Körmendieknek és Lakosa keze nem remeg meg. Mind a két büntetője jó, Kefi pedig robog előre. Kefi beláll a hármasba, ez nem jó, és ezzel vége a mérkőzésnek. 80-84, és nagyon örülnek a körmendiek. Méltán nagyon örülnek, mert egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzést nyertek meg itt Jászberénybe. És csak azt tudom mondani, hogy a mieink is minden dicséretet megérdemelnek, mert szenzációs küzdelemre készítették a talán legjobb formában lévő magyar csapatot. Az egyetlen veretlen magyar csapatot, a Körmendet. És azért hallgatom le egy pillanatra, mert Forrai Gábor a játékvezetőkkel beszélt meg valamit, hát van mit megbeszélni, de hagyjuk ezt inkább. A játékvezetés az nem ért el a mérkőzés színvonalát, maradjunk ennyiben. A két csapat nagyszerű küzdelmet vívott egymással, remek mérkőzés, és nagyon boldog körmendieket látok, hiszen tudták, hogy nagyon nehéz meccsük lesz itt Jászberényben. És a végére sok sikerült megfordítaniuk, de minden dicséretet megérdemel a fehérmezes jászberényi csapat is ezért a mérkőzés. Nem véletlen, hogy mindkét Kábor megtapsolja az övéit, és a körmendiek nagyon boldogak. Én remélem azért, hogy jól szórakoztak annak ellenére, hogy 4 ponttal kikaptunk. A csapat megtapsolja a szurkolókat, a szurkolók pedig a csapatot. Egy szenzációs mérkőzésen nem sok hiányzott az újabb bravúrhoz. A végeredménnyel búcsúzok. JP Topkop, Jászberény, egész Körmend. 80-84. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Csaba, gratulálunk a győzelemhez, bár a jászberényi közönség nagy része azt hitte a szünetben, hogy lesz egy meglepetés, azaz Paks után ti is elszenveditek első vereséget. A szünetben mit mondott az edzőtök? Teljesen egy más csapat jött ki a pályára. Hát ez most már szokásunk, hogy az első fél időben egy kicsit alszunk, aztán mindig a harmadik negyedbe szorítunk a hurkon, és vissza tudunk jönni Egára. Hozzáteszem, hogy a Jászberény nagyon jól játszott ma, és nagyon jól küzdöttek,
szerencsénk is volt, de egy légiósunkat, igazából az egyik legfontosabb láncszemünket, ugye, hát hiányzott, és ez meg is látszott, hozzáteszem a játékunkon, de hát megmutattuk, hogy így is tudunk nyerni, visszajöttünk a meccsbe, és hála Isten, egy kis szerencsével sikerült nyerni. De szerinted a Jászberényel fáradt, vagy pedig ti nagyon jól védekeztetek, illetve sorra jöttek be a hármasok, a Berénynek meg nem? Hát igazából igen, jól védekeztünk, azok a hármasok, amik az első fél időben kimaradtak, azok most bementek. Kicsit mondom, szorítottunk a hurkon, és sikerült visszajönnünk a meccsbe, ezért tudtunk nyerni. De gratulálok a Jászberénynek, mert tényleg nagyon jót küzdöttek, és egy nagyon jó meccset tudtunk velük játszani. Innek nektek gratulálunk, és jó folytatást kívánunk majd a Sopron ellen. Nagyon szépen köszönjük, én is jó folytatást kívánok a Jászberénynek. Köszi szépen. Azt hiszem, hogy az a magyar mondás illik az interjú elején, hogy nagyon jól megrángattuk az oroszlán bajszát, különösen az első fél időben. Utána egy picit, mintha elfáradtunk volna, vagy rájöttek az ellenfél játékosai, hogy mit kellene ennünk játszani? Nem így látom, nem fáradtunk el. A problémánk az volt, hogy kis csapat lévén nekünk ugye dupla energiákat kell mozgósítanunk, és hatalmas fal problémáink voltak, és nehezen adoptálódtunk a körmennek ehhez az alacsony szerkezetéhez, mert akiknek muszáj volt most fölépni, olyan szerepkörbe kényszerültek, amit eddig nem nagyon játszottak, és akadozott. Utána megtaláltuk az ellenszerét, csak addigra elvesztettük az előnyünket. De azért azt ne felejtsük, hogy a Körmend egy nagyon jó csapat, mert én maximálisan büszke vagyok a játékosaimra, a nézőkre. Úgy gondolom, hogy a kis szerencsével és nagyobb rutinnal ezt a mérkőzést meg tudtuk volna nyerni. Igen, a második fél időben nagyon jól védekezett az ellenfél, és nem tudtunk ugye betörni. A hármasok meg valahogy most nem jöttek, amikor éppen kellett volna. Hát igen, itt visszacsatolnék ahhoz, hogy más szerkezetben játszottunk, mint amire készültünk. A fault problémák miatt kénytelen voltam így fölküldeni a csapatot. És nem volt jó a timing, illetve a spacing. Ezért nem voltak jó helyzetek nyilván. Tehát ami volt helyzetünk, az nem az igazi volt, nem jó ritmusra, és ezért akadtunk meg, ezért torpantunk meg. Nyilván a Körmend egy rutinos jó csapat, ezt ki is használta, de akkor is azt mondom, hogy a meccs bizonyos periódusában úgy nézett ki, hogy végleg eldőlt a mérkőzés, de teljesen nyíltá tettük, és végül egy kiki mérkőzésen kis bal szerencsével ugyan, de elvesztettük. Én azt hiszem, hogy a Körmendől nem szégyen kikapni, hiszen továbbra is veretlenek. Most Kecskemétre fog utazni a csapat. Ez a meccs egyébként nagyon jó volt, jól játszottak a fiúk. Mit jelent ez majd Kecskeméten? Egy teljesen másik mérkőzés lesz, másik csapat, idegenbe. Nyilván nyerni szeretnénk, megyünk tovább az úton, de úgy gondolom, hogy tehát mivel mi kis csapat vagyunk, nekünk el kell hinni magunkról, illetve a különböző külső tényezőknek is el kell ismerni azt, hogy itt kurva keményen dolgoznak, és nem tehát hogy mondjam, ugyanazt az elbánási módot kell alkalmazni mindenkor és mindenhol. Reméljük, hogy sikerülni fog majd felülkerekedni. Köszönjük szépen! Köszönöm!